Charles Lawton, Makai Sándor. Maureen O'Hara, Farkasinski Edith. Jamaica fogadó. További magyar hangok. Mikula Sándor, Konrád Antal, Harmat Imre, Bókai Mari, Dobránszky Zoltán, Uri István, Lázár Sándor, Katona Zoltán, Bolla Róbert. Írta Sidney Gilliatt és John Harrison. Fényképezte Harry Stradling. Zene Eric Fenby. Rendezte Alfred Hitchcock. Magyar szöveg Szepes Péter. Hangmérnök és vágó Hegyesi Ákos. Gyártásvezető Szőke Szilvia. Szinkronrendező Gál Erika. A magyar változat a Filmmúzeum megbízásából a Labor Film Szinkron Stúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit. Nem azért könyörgünk, uram, hogy hajótörésessék, hanem hogy ha már megesett, Cornwall partjaihoz vezérel daroncsokat, szegény lakosainak üdvére. Így szólt egy 19. század elejé cornwalli íma. Ám a parti őrség létrejötte előtt, Angliának ebben a törvényen kívüli szegletében egyes bandák szándékosan csalogattak hajókat a halált hozó sziklákra, hogy kifoszthassák roncsaikat. Jamaica fogadó. Oh!
sok időnk! Nézd! Adjátok tovább! Óvatosan! Vigyázz! Végeztünk! Lovakat fel Málházni! Ami maradt, az cicibelitek! Gyorsabban! Mindent fel a fogadóhoz! Gyerünk! Siessetek! Gyorsan! Menjünk! Gyorsan! Igyekezzetek! Gyerünk, tűnés! Biztos, hogy egy se húzta meg! Egyetlen egy se! Biztos lehetsz benne, Josh! Igen, biztos lehetsz benne! Segítség! Josh! Segítség! Mondtam, hogy győződjetek meg róla, ökrök! Hát nincs szemetek! Azt akarjátok, hogy felfassanak minket! Jó. Ez az, gyerünk! Ez nem tetszik, csöppet se tetszik. A hideg kiráz ettől a helytől. Az ott, Ni, Jamaica fogadó, a neve is rosszul cseng. Nem is jó helyén mondom, sötét dolgok folynak ott. Sötétek, na, akkor se állnék ott, meg a duplán fizetne a kis hölgy. Erre van a Jamaica fogadó? Erre. Milyen messze van még a Jamaica fogadó? Gyerünk! Gyerünk! Yeah! Yeah! Miért megyünk ilyen gyorsan? Megbokrosodtak a lovaink. A Jamaica fogadó. De hát én itt szállok le. Hé, kocsis! Miért nem állt meg? Le akarok szállni! Álljon már meg, hallja! Hé! Megőrült! Miért nem áll meg? Miért nem állt meg? Talán süket? Reketre kiabáltam magam. Rég elhagytuk a Jamaica fogadót. Menjen inkább Pengelen báróhoz, úgy mondják, ő kedveli a kis hölgyeket. Itt a podgyásza. Jé! Emeljük poharunkat! Sir Humphreyra! Sir Humphrey! Mire? Ja, persze! Pengelenre! Köszönöm! Mondhatnék tóztot ő felségére az új negyedik gyögyre, de nem teszem. Ami azt illeti, már 4 éve szóba sem állok a dagadt disznóval. Egy időben pedig élvezte a társaságát, Sir Humphrey! Persze, amikor még a Brightoni pavilonban járt Cherry Fox-el és Sheridannel, akkoriban még gentleman volt. Azóta csak egy rakás plöttyet, szilvapuding. Lord George, adja ide a Madeirát. Nyáron a tavakhoz kirándultunk. Önnek melyik tó a kedvence, Sir Humphrey? Cserwick! Melyik tavat kedvelem leginkább? Windermere-t, uram. Windermere. Az valóban csodás. Ihatnánk a szépségre, Sir Humphrey. Miért ne? Cserwick, a szobrocskámat, ihletre van szükségem. Micsoda szépség. De nincs benne élet. Több is, mint némely jelenlevőben, nézze csak. Ám ha élő szépségre vágynak, Cserwick!
Szóljon Szemnek, hogy vezesse be Nancy-t, a legszebb teremtés Exetertől nyugatra. Látja, Lady Bellstone, ezért nem jár már Londonba a báró. Tart magának itt egy lányt a szörnyeteg. Inkább mellőzzük a társaságát. Ne lássuk csak! Úgy ám! Mutassa be Pengelen! Már jön is az én pompás Nancy-m. Csinálom, kisasszony, a báró úrnak vendégei van. Száz fontot keresett nekem tegnap, megnyerte a vadmini derbit, igaz drágaságom? Kedvék, mi ez a zaj? Egy hölgyel beszélek, uram. Hát ne akkor veszekedjen a nőivel, amikor vacsorázunk. Értse meg, hölgyem, várnia kell. Vessünk csak rá egy pillantást. Rigmund, van rá 20 fontom egyenlen, hogy randa. Állom! Mondja meg a gazdájának, hogy kölcsönözze nekem lovakat. Sajnálom, kisasszony, a báró úr elfoglal. Sőt, éjszaka várjak odakint. Hát ez maguknál a vendég szeretet. Elfoglal, csak egy lovat akarok kérni tőle. Megtenné, hogy egy percre leveszi a kabátját a kedvemért. Miért tenném? 20 fontom múlik rajta. A fogadás az fogadás. Megengedi? Önnek az alakja is csodás. Szavamra. Ön igazi szépség. Rigwood! Maga nyert! Fogja! Na, kérem, hát el a kezekkel! Ez az én fogadásom volt! Ez hallatlan! Ahogy itt jelkén szép, miként a csillagtüzes éjszak. Fénybe árnyat és árnyba fényt, szűr arcat, szeme, mosolya. Köszönöm, uram, de én nem költészetért jöttem, hanem egy lóért. Lóért? Aki méltó Lord Byron soraira, az egy lovat is megérdemel. A nevem Sir Humphrey Pengelen. Pengelen bárója vagyok, és még békebíró is. Én pedig Mary Ellen Írországból. És hová tart a kisasszony? A Jamaica fogadóba. A Jamaicába? Oda ön nem mehet. Miért nem? Sam! A kisasszony nem érti, miért nem mehet a Jamaica fogadóba. Mondja meg neki! Az egy durva hely, miss. Nem ifjú hölgyeknek való. Látja, még Sam is tudja. Jobban teszi, ha velünk marad. Nem, hogy is tehetném. Egyedül utaztam ide Írországból, mert nincs már ott senkim. A szülei? Csak Patience nagynéném él a Jamaica fogadóban. De gyönyörű ló. Igen, meg tudná ülni őt? Hogy ne tudnám. Kiskorom óta lovagolok. Akkor ő viszi el magát a fogadóba. Köszönöm, de nagy podgyászom van. Ó, akkor a csomagját majd én eljuttatom a rokonaihoz. Szem a pejt is nyergelje. Chadwick! Chadwick, a hölgy Miss Mary jelen is a Jamaica fogadóba tart. Nekem is mondta, uram, én ezt nem ezen értem. Ezen kár fennakadnia, Chadwick, maga soha nem ért semmit, de ezzel tegyen kivételt Miss jelen a barátom. Ha bármikor visszatérne, rögtön engedje be, és gondoskodjon mindenről, amit kíván. Igenis, sőr. Nekem meg hozza a bundámat és a kesztyümet, ja, és egy meleg sálat a hölgynek. Igenis. Bocsássam meg, elnézést. Chadwick, készítsen forró grogot, mire megjövök, és egy forró vízes palackot az ágyamba. Értem, Sir Humphrey. Egy kis türelmet, kisasszony, hozom a sálat. De igazán nem szükséges. Ha bármiben segíthetek, állok rendelkezésére. A nevem Pengelen, és ez a Pengelen birtok. Ne feledje! Nem fogom. Jó éjszakát, Miss Jelen. Jó étszer, Humphrey.
Na ki az? Mit keres itt? Itt lakik, kérem, Mrs. Patience Merlin. Talán igen, talán nem. Attól függ, hogy mi dolga van vele. Az ír unokahúga vagyok. Biztos hallott rólam. Itt fogok lakni vele és a nagybácsimmal. Hogy? Ezt meg hogy találta ki? Ki mondta magának? Az az én dolgom. Csak szóljon a gazdájának, hogy megjöttem. Nem adsz előbb egy csókot, kicsim? Ezt még megbánja, ha megmondom a nagybácsimnak. Ki fogja rúgni magát? Meglátja. Jaj, ne tegye, gögyörgöm. Hiányoznék a nagynénének. Na elég volt most már. Ugyan? Csak hogy leesett. Én vagyok a nénit szerető ura, a te drága nagybácsid, Josh. Na gyerünk. Ki jött? Hát itt volnánk! Patience néni! Mary, a húgocskám Mary-e. Hát megismersz, Patience néni. Hogyne, kicsim, persze. Hisz kiköpött anyád vagy. Ahogy meghallottalak, azt hittem az ő hangja az. És amikor láttalak is egy pillanatra... Azt mondja, ide vártod őt lakni. Nem, Josh, dehogy. De hát levélben mindent megírtam. Nem jött levél. Te írtál? Mary, feketében vagy. Igen. Ma 3 hete, hogy anya meghalt, szegény. Na, tessék, csak ez hiányzott. Hogyan történt? Betegeskedett. De azt mondta, neki dolgozni kell, hiszen ismerted őt. Patience? Mit fecsegsz ott, asszony? Hozd be a lány csomagját! Igen, Josh. Nem, Patience néni, dehogy, majd én! Nyugi, az új bácsikát kényes az ilyesmire. Nem szereti, ha bájos hölgyek munkával csúfítják el magukat. Tud annál jobban, Josh bácsi, mint ha élnél, Patience. Hiszem ezt a felét. Hadd csak elbírom, nem is nehéz, Mary. Hát nem szégyelli magát egy ilyen nagy ember. Éri, ne mondj semmit. Hallottam már pár bókot csinos lányoktól, félre az útból. Így né. Kicsit morcos a mi kis Mérink, de ki tudna kedves lenni, mikor üres a pocia? Töltsétek meg szépen. Igen, már is adok neki enni. Méri, gyere velem, kérlek. Egy perc az egész. Ülj csak le addig. Majd én megterítek. Nem. Biztosan fáradt vagy a nagy út után. Nem vagyok az. Hol vannak az edények? Ott a középső fiókban. Rá se ráncs. Csak pár késői vendég az ivóban. Biztos mennek nem sokára. Csöndesen! Tudjátok, fiúk, vendégünk van! Harry mondta. Csinos vendég, amennyire láttam. Nagyon, nagyon csinos. Erre bírtok csak gondolni? A nőkre? Szoknyák után loholva juttok az örök kárhozatra. Üdvözítünk, megint rákezdett. Nevessetek csak! Majd nem nevettek, amikor az emésztő tűzben perzselődtök, ami ránk vár. Beleértve engem is. Hova lesz a séta, Harry? Tiszteletemet teszem. Nincs oda a magad fajtáért. Na is értem, az új csipkéimmel. Talán neked vannak terveid vele? Hát még bele se gondoltam, de lehetnek éppen. Nekem lehetnek, Harry. Jól van, Josh. Tudod, ő a hitvesem unokahúga Írországból. Miért nem ezzel kezdted? Mert az én dolgom, Harry, az én dolgom. Én is ismertem egyszer egy írlányt. Furán beszélt a szent, mint a külföldiek, de amúgy rendben volt. Nem ilyennek képzeltél, igaz? Kicsi voltam, mikor eljöttél, Patience néni. Épp, hogy emlékszem rád akkorról. És milyennek emlékszel rám? Gyönyörű voltál. Igazán? Igen, az lehettem. Anyád biztosan elmondott mindennek. Azt hiszitek, megbűnhődtem, amiért elszöktem otthonról. De hogy Patience néni. Josh jó férjem volt mindig. Semmit se tennék más, hogyha tehetném se. Kemény munka és rizikós is. Egy nap láncban fogunk rohadni érte.
szépen felfűzve. Na és mit kapunk érte? Alig valamit. Ami együnkre jut, abból éppen, hogy éhen nem halunk. És a legutóbbi roncs nem hozott annyit, mint kellett volna. Ezt én mondom. Ezt mondod te? Nem, ezt Sidney mondta. Szóval fecsegünk, mi? Felvágunk a számtantudásunkkal, mi? Osztunk, szorzunk, hadd ámoljon a sok analfabéta! A te dolgot, hogy összeírd a szajrét, nem az, hogy beárazd! Figyelj rám, Josh! Én mondtam, hogy az utolsó rabláskor negyed annyit sem fogtunk, mint kellett volna. Te mondtad, mi? A mi részünkről számítva, lehet, hogy nem jó pénzt kapsz a holmikért. Vagy elfolyik egy résen át. Mintha töprengenél, Harry. Esetleg megosztod velünk a gondolataidat? Ha vannak. Ami a rést illeti. Ha van ötleted, állj csak elő vele, nem kell pironkodnod, Harry. Ki vele? Kíváncsiak vagyunk. Honnan tudnám én azt, Josh? Hát én talán tudnám. Feltéve, hogy van egy ilyen rés. És feltéve, hogy azelőtt van, hogy a szajrét idehozzuk. Tudtok követni? Teszem azt valaki szórakozottságból, elhagy egy pár holmit útközben, ahogy jövünk fel a roncstól. Gondoltatok már ilyesmire? Mióta is dolgozol velem, Harry? Van már vagy 5 éve, Josh. Üdvözítő? 2 éve tapossuk együtt a kárhozat útját. 2 hosszú év, Josh. Sidney? Majd 2,5 éve, Mr. Merlin. Dandy? Lássuk csak. Egy penzánói cituskával voltam akkoriban. Na ő az, Annie. Az annyi, mint 4 év, Josh. És ön? Majd én megmondom. Hiszen Treherne 2 hónapja velünk van már. Az 8 hét. 56 nap! Látja, nekem is megy a számtan. Kíván valamit mondani, Mr. Treherne? Josh? Kifelé! Josh, kérlek! Hogy van ez? Mi bajod? Josh, Méri most mondta, hogy Pengelen báróval utazott ide. Kérdezgette rólunk meg, hogy miért jön ide. Gondoltam, mivel békebíró. Josh, ugye nem tudott meg rólunk semmit? Hogy is volt a Sir Humphreyval? Hol találkoztatok? Bementem hozzá. A kocsi messze tett ki innen, és nála kértem segítséget. Sir Humphrey kedves volt, és nagyon készséges. Ő tudja, hogy illik bánni egy nővel. Lovat is adott, hogy ide tudjak jönni. Olyat, ami 100 fontot nyert neki a derbin. A mai zsákmány elmaradt a terveinktől, uram. Viharos szél volt, és a hajó szabályosan ketté tört. Kerítsen egy ollót, Merlin. Miért hagyta rajta a vért? Hát mészárszéket vezetünk mi? Vágja le róla. Amilyen sokan voltak, uram, bizony szabályos hentes munka volt. Miért is élnének a csóró söpredékek? Jól tette, hogy véget vetett a nyomoruknak. Nézze ezt a pompás anyagot. 100 züllött rumos hordó élete is kevés lenne érte, tökéletes a maga nemében. Csak ez számít, Merlin, ami tökéletes a maga nemében. Az egész bristoli csőcseréket kiirtanám, ha egy szép hölgyet megóvnék egy fejfájástól. De ezt maga nem érti, és nem is fogja, mert maga nem filozófus, és nem is gentleman. Nem, uram. Ugye biztos, hogy nincs túlélő. Biztos, uram. És bocsásson meg a Méri lány miatt, uram. Nem tudtuk, hogy ide jön. Nem lesz vele gond, magam teszem ki a szűrét reggel. Szítsa fel a tüzet, meg lehet itt fagyni, és hozzon egy italt! Igen, igen. Nem vártam ilyen korán, még ki se tettem a lámpást. A kutyám se engedném ki ilyen időben. Nem volt kockázatos idejönni, amíg Patience-t és az embereket nem állította félre. Minden kockázatos. Ez a lány Méri, temperamentumos. Bízza csak rám, uram. Én tudom kezelni, akár csak az én Patience-ömet.
Átnézte a zsákmány, Sir Humphrey? Nem láttam hasonlónak a nejével. Talán nem, pedig ő is szép volt, amikor elvettem. Úgy emlékszem, hogy... Ez nem elég, Merlin, túl kevés. Mi is többre számítottunk, uram. Talán majd a következő, nem, Sir Humphrey? Ránk is férne egy nagy fogás, az embereim kissé izgatottak. Kezelhető a helyzetnek, kérdezik, hová tűnt a pénz, azt mondják, több kell nekik. Mire kéne, hogy szétrohasszák a belüket a lőrével, amit mér nekik? Tudja, Merlin, nekem kell több, és én tudom is, hogy mit kezdjek a pénzzel, ezért kell, hogy én kapjam, megértette? Igen, uram. Lesz még a héten valami, amíg ilyen az idő? Holnap időben megtudja. Gondolkodtam az unokahúgán, Merlin. Kár lenne őt elpaterolni, még nem látta a vidéket. Felőlem megszállhat itt, feltéve, ha nem lesz útban. Igen. Irány a szobátokba mindketten, Patience, vidd fel a vacsoráját. Aludj, drágám, biztosan fáradt lehetsz. Jó éjt. Mi folyik itt? Igazad volt, Josh. Látod ezt? Majdnem 15 font aranyban. Ugye megmondtam? Most aztán nagy bajban van, Mr. Treherne. Kíván mondani valamit? Kéne inni. A fuldoklásban megszomjaztam. Thomas, ugye kiszolgálod az úriembert? Ugye jók a megérzéseim, igaz? Honnan van ez? Sporoltam. Úgy ért is, Tikában eladogatta a szájrét. Ön helyett is szégyellem magam, Mr. Treherne, bizonyám. A társai szájától veszi el a kegyeret. Hát itt van a rés. Ez nem igaz. A molondját járatja veletek. Szerintetek hová megy a szájré? Ki passzolja el? Azt hiszitek, Josh itt a főgóri? Kérdezzétek csak meg, kérdezzétek meg ti! Szép dobás volt. El is ájult a mocskos tolvaj. Magának kereste a bajt. Azt kapja tőlünk, amit mi kaptunk tőle. Hát akkor ne habozzunk. Gyerünk, keressetek valahol egy szép erős gerendát. Úgy 3 méter magasságban. Gyorsan. Várjatok, megnézem, nincsenek-e útban a nők. Nem kell, hogy vinnyogjanak. Siess! Egy új fickó, a Treherne, aranyat találtak nála. Tudunk róla valamit? Pár hónapja jött fel Szenívzől, egy ottani fickó ajánlotta. Ki nem rúghatjuk, ez nyilvánvaló. Na, még fecsegne, az emberek rögtön fel akarják kötni. Valóban? Egy cseppet sem hivatalos, nem de? Pisztoly? Nem, nem, ez túl hangos. Még felriadna a bájos unokahuga. Végül is van olyan jó, mint bármi más. Rendben. Maradjon itt, csak szóljon nekik. Magához lenne még pár szava. Harry! Igen? Folytassátok. Egy perc és jövök én is. Jól van. Gyerünk, üdvözít a mindent bele. A többiek maradnak. Nem kellenek bámészkodók. Ez privát esemény. A nyilvános akasztásra vágy, Sid, csak egy keveset kell várnod, és azt a legjobb helyről nézheted majd végig. A kötélen belül. Te még fiatal vagy ehhez. Hol van, Josh? Azt mondta, csináljuk csak. Itt gondoltad, Harry? Itt, jó, nagy a belmagasság. Ha már csinálunk valamit, csináljuk precíz. Na, hozzátok csak ide! Csináljuk gyorsan, mielőtt magához tér. Ezt nem támogatom, Thomas. Szíveséget teszünk neki, üdvözítő. Észre se veszi majd. Nem szép dolog öntudatlanul küldeni valakit a túlvilágra. Ez pogányság. Én mondom, pogányság.
térítsük magához egy konyakkal, hogy elmérkedhessen az életén. Nekem meg ez nem tetszik, olyan, mintha hidegvérrel tennénk. Gyerünk, alig bírom. Te mit mondasz, Harry? Azt, hogy fogjátok be a lepcses szátokat mindketten. Aha, már itt is vagy, Dandy. Mindig csak a potyázás, mi? Majd sorsot vetünk a cipőcsatra, ha én azt mondtam. Egy kis fényt kérek. Ne fogjátok! Adod vissza! Adod vissza rögtön! Ez már az enyém! A ronda harácsolós fajtánál! Most miért sajnálod te? Nem akarom, hogy Josh lejöjjön és elrontsa a mókát! Fogjátok már be! El kell tűnnie innen. Rögtön visszaérnek. Próbáljon felállni. Gyorsan. Maga sem maradhat itt. Menjen el. Nem hagyhatom itt Patience Nannyt. Siessen, kérem. Hát, itt vagy, kicsim. Jó éjt puszítottál Patience-nek? Átgondoltam a dolgokat. Kedves kislány, ez mondom magamnak, és temperamentuma van. Kár lenne őt elpaterolni, míg nem látta a vidéket. Maradjon csak itt, mondom, ameddig csak kedve tartja. Josh! Josh! Gyere le, Josh! Biztos, hogy jól felkötöttétek? Hová tűnhetek? Ez ördöngőség! Az! Hol lehet? Elment Josh! Ki? Mi? Treherne! Elvitték a kis angyalok! Persze, hogy elvitték, tudom jól! De élve, Josh! Élve! Mary! Te voltál! Te engedted szabadon! Azonnal el kell tűnnöd a fogadóból most rögtön, érted? Hát így állunk! Megölöm ezt az átkozott lányt! Menj az ég szerelmére, mielőtt Josh feljön! Hol az a lány? Hol van? Megszöktetted te! Thomas, fogd a lámpát, nézd be az istállóba! Elit, ha velem jössz, átvésüljük a kertet! Hozogjatok a francba, vagy kitöröm a nyakatokat! Nem juthattak messzire ilyen hamar! Itt nem maradhatunk. Gyerünk! Hová? Lent a kikötőnél tudok egy helyet.
Ott egy darabig biztonságban leszünk. Gyerünk! Josh, átkutassam az ingoványt is! Előbb az udvart! El kell legyenek, ha egész éjjel kint vagyunk is! Nyoma sincs egyiknek sem. Megléptek. Van valami? Semmi. Ha nem találjuk meg őket, mind lógni fogunk, Harry. Igen? Menj le néhány emberrel a partra. Igen. Thomas, vidd az öcsédet, meg mindenkit, akit a faluban találsz közülünk. Átkutatjátok az ingoványt, tüzetesen. Én a Bodmini vámúthoz megyek. Cserék! Későre jár, uram. Nagyon bájos hölgy volt, Cserék. Még nem említettem, uram, hogy itt járt a hentes, amíg vacsoráztak. Szeretné, ha rendezni mód a számláját. Mód felett visszataszító foglalkozás, Edvig, darabolni egyik állati tetemet a másik után. Nekik is élni kell, uram. Miért kéne? Csak nem 40 fonttal tartozik a hentesnek, 35-tel a péknek. Tudja, uram, a hentes... Ne! A... Hentesezzen itt, meg pékezzen itt, vény tök filkó! Sajnálom, Chadwick, tudom, hogy csak a dolgát végzi. A dolgomat, Sir Humphrey. Ezek a kitöréseim borzalmasak. Nem is értem, mi ütött belém. Apropó, Chadwick, mi is történt a nagyapámmal? Ja, megőrült, ugye? Most már elég lesz a pakolásból, Chadwick. Feküdjön le. Hogy mer ide jönni hozzám? Hát nem ezerszer megmondtam már. Igen, uram, de Trehearne meglépett. A lány engedte szabadon. Nem tehettem semmit. Fönt voltam éppen önnél. Mit csinált a lányjal? Ő is eltűnt. Ó, akkor ez tömeges úgy tűnik. Azért a feleségét remélem maradásra bírta. Az embereim most is keresik őket. Mindent megteszünk. Azért jött, hogy ezt elmondja? Sajnálom, bár úr, de ez a Trehearne túl sokat tud. Ha vallani tudna ellenünk... Elveszti a fejét, Merlin. Ha megéli, hogy valhasson, azt is fogja tenni. Nincs más bíró a környéken, csak én. Ha már maga elveszti a fejét, legalább én hadd őrizzem meg. Különben maga se lát több hajóroncsot. Ha az agy leáll, a test meghal, Merlin. Mondanom sem kell, hogy ebben a szervezetben maga és az emberei csupán a testek. Az agy itt van, ha? Sajnálom, csak riasztani akartam. Adja rám a riogatást. Ha további fogásokra vágyik, csak kövesse a parancsaim. És soha ne jöjjön ide. Törés! Igen. Törés! Mi az? Jöjjön vissza! Mi a felét csinál? Észtén van, mit ül? Ereszen! Ne legyen, Csacsi, nem jut a sehová, még evezni sem. Hagyjon békén! Csak nem fél tőle. Ó, vagy úgy. Hát furcsák az asszonyok. Egyik percben megmenti az életem, aztán már a sajátját félti tőlem. Tudom, nem vagyok egy szép látvány, de nem haragok. Mintha nem tudnám, miért fél úgy Patience néni. Tudom, mivel foglalkoznak maguk ott a fogadóban. Na, mivel?
Tolvajok, csempészek, orgyilkosok, én minden esetre nem maradok itt! Oda néz! Mary, ide! Szép darab buszadékfa, igaz-e? A barlangból jött ki. Mi lenne, ha az öcséddel elmennétek csónakázni egyet? Értesz engem, de ugye? De még hogy? Mehetek én is, Harry. Én láttam meg. Nem, te visszamész, és szólsz Josh-nak, hogy minden rendben. Na, nyomás! Dandy, keríts kötelet. Igenis. Gyerünk! Nem is tudja, mit tett. Levonult a víz, és mire besötétedik, megint dagály lesz. Nem maradhatunk itt csónak nélkül. Ahogy elég alacsony a víz, be kell gázolnunk érte. Így meneküljön az ember egy nővel. Másrészt persze megmentette az életet. Remélem, okosabban tölti majd, mint eddig. Nem könnyű feladat egy ilyen alantas fickónak, mint én. Azt tudom. Csempész és orgyilkos, ugye így mondta? Úgy valahogy. Azért van még számomra remény. Mondja meg, mit kell tennem? Amit csak jónak lát. Régen matróz voltam, menjek vissza, talán ha jó. Legkevésbé sem érdekel. Pedig kéne. Ne feledje, most már felelős érte. Dehogy. Dehogy nem. Maga nélkül most nem lennék itt, ezt be kell látnia. Így aztán, ahogy Truroba érünk, teljességgel önre bízom. Hallgasson már, kérem. Fel a fejjel, ott leszünk mire. Fogja ezt a könyvecskét, Mr. Treherne! Talál egy csodás verset a 13. oldalon, mikor a halál kapuja előtt remegve állok. Igen, igaztaló? Öröm lesz rá meghalni, azt mondja. Milyen édes pár, igaz? Alig van szívem megzavarni őket. Jövünk! A hölgyet küldi fel előbb, vagy saját maga jön? Úgy tartják, hölgyeki az elsőbség. Mit tegyünk? Tudják, hogy itt ragadtunk. Biztosan látták előzni a csónakot. Ha bátorításra lenne szüksége, Mr. Treherne, régi barátja Thomas... rögtön rendelkezésére áll! Róla ennyit! Még valaki? Szeretjük a társaságot! Kapnak is társaságot, ne féljen! Örvendek, Harry! És ki lesz a következő? Esze belső! Fogd ezt! Neked körbe ott a szikla körül! Gyorsan! Figyelj rám! Csak egy kiút maradt. Tud úszni? Hogy kedvében járjunk, Mr. Treherne, és ne legyen magányos, mindhárman lejövünk! Ne törődjön velem, kérem! Mondja, tud úszni! Ugyan, csak hátráltatnám. Egyedül se lesz könnyű megszökni. Én velem nem lesz gond, Josh nem mer bántani. Tud úszni! Egy picit. Vegye le róla. Hogy? Meg a cipőt is, gyorsan! Azt még se tehetem! Ja, vegye le! Nem lehet! Jól van, akkor majd én! Azt már nem, majd én. Alig várom már, hogy végezzünk, egész éjjel fenn voltunk. Bizony jó lesz ágyba kerülni. Mi legyen a nővel, Harry? Őt is átadjuk Josh-nak. Jönnek! Gyerünk! Nos, Mr. Treherne? Eltűntek! Azaz, bátor lány! Hát ez vicces! Maga az első nő, akit úszni látom. Ah, valóban! Nézze! Egy csónakot küldenek erre! Gyorsan! A sziklákhoz! Menjünk oda! Kapaszkodjon a vállamba úgy! Kapaszkodjon! Itt a csónak! Nem bírok! Azaz! Tartsuk ki, már mennek! Kapaszkodjon jó erősen! Kapaszkodjon! Nem bírok, lecsúszom! Fogjon engem! Dowland? Jó napot, Dowland! Nem küldött még idén a kükénypálinkából. Nos? 3 fonttal kevesebb pengelem báró. Dowland, nem azt mondtam, Csön, hogy... Davis, Dowland? Nekem ugyanúgy kell a pénz, mint magának, nem olcsó dolog bárónak lenni, és miért nem hozta a 3 fontot? Az asszony miatt. Beteg a lába, és nem akar gyógyulni. Vigyel, doktor McIntoshoz Bodminba, mondja meg a dokinak, hogy üdvözlöm. És kérem, hogy nézze meg azt a lábat, a 3 fontot hozza legközelebb.
De Sir Humphrey... Adjon neki nyugtát, Davis! Ne feledje, hogy az ő ősei már akkor pengelemföldet műveltek, amikor a magáéjé lejöttek a fáról. Merre menjünk? Melyik? Legjobb lesz a vámút felé. Várjunk, az ott miféle ház? A báróé. Sir Humphrey-é? Igen. Ismerem, őt voltam nála múlt éjjel. Ő segíteni fog nekünk, gyerünk. Jó. Ez a fickó, akit mondtam, Sir Humphrey, Birkin, kemény radikális. Birkin! Nos, Birkin? Panasszal jöttem. A jogaimat akarom. A jogait nem hallgatok e fajta beszédre. A törvény mellettem áll. Dehogy! Itt Pengelemben én vagyok a törvény, és nem állok maga mellett, főleg amíg így beszél. Később majd azzal jön, hogy ér annyit, mint ember én. Vagyok, épp olyan, mint ön. Ezt verje ki a fejéből, fiam, mielőtt még lecsukják miatta. Maga nem ér annyit, mint én. A természet kezdettől fogva ez ellen szól, és azóta is sok minden szól ellene. Én gentleman vagyok. Maga egy nagy... Rakják ki rögtön, Davis. Nem, kapjon rá 24 órát. Megengedi, báró Pengelen? Csak nem trimárni, nagyi. Én vagyok méltóságos úr. A tetőm miatt jöttem. Már jeleztem Mr. Davisnek, de ügyet se vetett rám. Most már több helyen is beázik. Egy új tetőt neki, Davis. De Sir Humphrey, ön is. Mondom, új tetőt. Ő a legidősebb bérlőm. Amíg én itt vagyok, nem fogázni. Hercegi rang alatt nincs rajtam kívül, aki 10 évig kaszinózott, és nem jutott a birtoka az uzsorások kezére. Amíg fölöttem tető van, fölötte is lesz. Azonnal beszélnem kell Sir Humphreyval. Azt mondta, bármikor jöhetek. Ó, drága gyermekem, mi történt magával, hiszen ön csuron víz. Csedjék, csukja be az ajtót, és hívassa Mrs. Blackett. Jöjjön a tűzhöz. Küldje most el őket, Davis, jöjjenek máskor. Szent ég, ön csontában fagyva. Mi történt, merre jár? Úsztunk. Az életünkért. És ő kicsoda? A James Treherne. Az este elszöktünk a Jamaica fogadóból, borzalmas az a hely, nem más, mint csempészek tanyája. Mr. Treherne-t meg akarták ölni. A hölgyben tette meg az életem. Nos, ez aztán rendkívüli. Sir Humphrey, segítse rajtunk, kérem. A nagynéném ott van köztük. Persze, majd elmeséli az egész történetet, de először is kerítünk magának egy száraz ruhát. Mrs. Black, vigye fel a kisasszonyt és bugyolálja be alaposan. Igenis, uram, erre parancsoljon, hölgyem. Válthatnánk itt szót, kérem. Hogyne? Valóban? Nos, majd meglátjuk, hogy mit tehetünk. Köszönöm, a nagyon kedves. Ó, semmiség. Elnézést, uram. Kedvik! Hozzon a fickónak némi kenyeret meg sört. Igen, de... Majd később foglalkozom önnel. Akkor egy 8 fontos golyóval elkaszáltuk az árbócát. Elmondtam, mennyi sok vészhányt vetett kemény próbákon, szárazon vizen, hogy hajszál híján várárokba buktam. Möré kapitány, ugye marad vacsorát? Bár tehetném, az öné kordmal legjobb konyhája. Nem sovás ilyet. Délután visszaszállok a hajomra Falmusznál. Mire megisszák a portóit, meg a kávét, itt fogok elvitorlázni a ház előtt. Hogy a pokolba fog? Sir Humphrey, muszáj beszélnem önnel. Nos? Négy szem közt. Nem mondhat nekem semmi olyat, ami titok lenne az urak előtt. Ő az egyik csempész a Jamaica fogadóból. Csempész? Nem hoztak valami jóféle brandit? Hát, ami azt illeti, van nálam egy lista róluk. Ő ugye nem felejti el, hogy én békebíró. Mindazonáltal, ször, nem kizárt, hogy ezek a brendik érdekelni fogják. A levél felmutatója Jem Treherne, különleges ügyben eljáró rendőrtiszt. Mindenki köteles őt maximálisan támogatni munkájában. Uraim! Azt hiszem, ebbe el kell mélyednünk négy szem közt, ha? Istenemre, Pengelen! Ha nem rendel nekem is valami finomat, följelentem! Csak ön után. Kitettem kenyeret és sört az illetőnek a szerszámos kamrában. Hol van?
Az illető hidegsültetés burgundit kér a szalomba. Hurra. És valami ruhát is kerítse Mr. Treehörnek. Az enyém gondolom túl bő lenne. Talán Lord George mérete közelebb áll. Ennek az úriembernek? Igen, és siessen. Sir Humphrey. Elnézését kell kérnem, uram, fogalmam sem volt, hogy kijön először is igyon egy nagy konyakot, addig is, amíg jól lakik és átöltözik. Rendkívül lekötelez, uram. Nem tesz semmit, jöjjön. Tudnia kell, hogy ő felsége hadiflottájánál vagyok főhadnagy. No. Onnan kért át szolgálatra a rendőrség. Nem volt könnyű megőrizni az inkognitómat. De biztos jó oka volt rá. Még mindig nem értem ezt az egészet, de igyon egy kortyot mielőtt belevág. Mindig csodáltam a rendőrséget. Kellingwoodot jól ismerem, rendes fickó. Mind rendes fickók. Kicsit savanyúak, de senki sem tökéletes. És miután nyomoz? Csempészet? Nem, uram, sokkal rosszabb. Hajótörés. Kitervelt szándékos hajótörés. Szentég, de nem itt, ugye? De igen, a part mentén. Itt mindig sok a hajótörés, veszélyes part, tudja? A Lloyds biztosító rájött, hogy van egy közös vonása a baleseteknek. Csak nem. Így aki. Azt hiszem, csatlakozom én is. A délelőtt eléggé eseménydús volt. Nos, mi volt közös a balesetekben? Hogy egyetlen túlélő sem volt. Mr. Treehörn, ha igaz, amit mond, ez a legborzasztóbb dolog, amit hallottam, hajótörés persze előfordult. A Lloyds egyeztetett a rendőrséggel. Biztosak benne, hogy a banditák pontos információval rendelkeznek a hajók mozgásáról és a rakományáról. Murray kapitány kíván elbúcsúzni, uram. Megbocsájt egy percre. Hogyne. Indulok, Sir Humphrey. Remekül éreztem magam, önigazi nemes. Viszlát, kapitány, bon voyage. Jövök máskor is, ször. Minden jó. Majd gondolok önre, ahogy küzd az elemekkel, míg a portóimat szopogatom. Jó a sűr. Remek. Nos, Mr. Treehörn, folytassa, kérem. Most sikerült beépülnöm a Jamaica fogadóba. A fogadós Merlin, a banda vezére. A tegnapi hajótörést ő csinálta az embereivel. És ön is jelen volt? Nem, hál' Istennek. Én még próbaidős voltam. De segítettem felhordani a zsákmányt. És már... Már jelentettem mindezt a feletteseinek? Nem, még nem. Nagyobb vadra hajtok, mint Josh Merlin. Ezt nem értem. Azt mondta, hogy ő a banda vezér. Igen, a fogadóban. De a parancsokat kívülről kapja. A tippeket kívülről kapja. Valaki más gondolkodik helyette. Ki az? Nem tudom. A saját felesége sem tudja. Az emberei sem tudják. De nekünk az az ember kell. Igen. Josh összehívta már az emberei. Támadás lesz. De nem tudják, hogy hol, amíg a valódi vezető meg nem mondja. És hogy megmondja, ehhez oda kell mennie ma a fogadóba. Nekünk kell előbb odaérni. Nem, uram, kevesen vagyunk. Hadd nekem egy lovat, hozok segítséget a legközelebbi helyőrségből. Ezzel csak időt vesztenénk. Nem csúszhat ki a fickó a kezünkből. Ehhez mit szól? Mi a fogadóba megyünk, a lovászom meg elviszi az üzenetét a Truroi helyőrségre. Fogja ezeket? Azt mondja, Merlin hordája még nincs ott. Mi ketten tartjuk a frontot, míg odaér a hadsereg. Ha ön benne van, én is, uram. Kiváló, mondhatom. Ez aztán, tessék. Chadwick, pénzt vagy életet? A ruhák, uram, nem szóltam Lord George-nak. Ki a parancsnok Truroban? Várjunk csak, ki is? Boyle, egy ír fickó, ha jól tudom. Jó ismerősöm. Majd írok neki levelet. Nem, drága barátom, majd én. Kapja csak fel Lord George Bridges-ét, már ha belefér. Na, Boyle, kapitány, részére, Truroi katonai helyőrség, parancsnokság. Mit írjak most neki? Maga jobban ért ehhez. Sürgős segítséget kérünk. Sürgős segítséget. Kérünk. Ó,
Olyan ügyről van szó... Ügyről van szó... Ami azonnali cselekvést igényel. Cselekvést igényel. Velem van egy rendőrtiszt. Velem van egy rendőrtiszt, James Treherne. Rendőrtiszt James Treherne. Aki hajótörések után nyomoz. Után nyomoz. Amit banditák szándékosan idéztek elő. Szándékosan. Megvan. Néztek elő. Kiderítette, hogy a banda főhadiszállása a Jamaica fogadó. Elegendő bizonyíték gyűlt össze a fogadós és bűntársainak kivégzéséhez. Felültözött? Igen. Ah, csodálatosan áll. Lord George elbújhat ön mögött. Kell még egy kalap is. Chadwick! És azonnal indulnunk kell. Még valami, uram. A lány Miss Jelen. Jobb, ha nem tud erről. Ne, majd később. Szegény gyermek úgy rajong a rokonai. Nem tettem már, Sir Humphrey. Nem mondhattam el neki. Chadwick, mondja meg Samnek, hogy hivatom. Hol van most? A konyhában. Sam! Maga vegyen meleg kabátot, nagy a szél. Chadwick, hozza ide Mr. Treherne-nek a kék köppenyt, meg hozzon egy kalapot, és nekem meg hozza a köpenyemet, meg a kalapomat. Ó, hát itt van Sam, figyeljen. Truló bemegy, amilyen gyorsan tud. Adját ezt Boyle kapitánynak, a helyőrség parancsnoksága. Boyle kapitánynak. Igen, és vágtázon egész úton, érti? Igen, és megtenni, hogy szól Robbinsnak, hogy kell a kocsi is. Gyerünk. Igen, is uram. Chadwick! Tessék, uram. Nagyon köszönöm. Szólnak kérem Mrs. Blacknek, hogy vigyázzon a kislányra. Ha rá tudja venni, hogy aludjon egyet, az lenne a legjobb. Köszönöm szépen. És mentsen ki a társaságnál, kérem. És szóljon Lord George-nak, hogy vacsorára visszajövök. Igen, uram. Köszönöm. Robbins! Hol van a kocsim? Nincs még kész? Hátra jött a kisasszony is. Elvitte, uram. Mi? Azt mondta, hogy neki rendelte, uram. Mit gondol, mi akkor? Akkor lovakat gyorsan! El kell jönnöd velem, amíg teheted. Mi történt? A fickó, akit levágtam, Jem Treherne, rendőrtiszt. Nem. De úton van ide a báróval. Erősítést hívtak Truróból. Josh. Gyorsan, át kell öltözni. Pakolj össze, mielőtt ideérnek. Szólnom kell, Josh. Nincs rá idő. Nem megyek sehova Josh nélkül. Hát nem érted, tudnak mindent. És én is. Ez az utolsó esély, hogy megszabadulj tőle, az utolsó, érted? Nem. Josh bűnöző, egy gyilkos. De a férjem. Ó, Mary, ezt nem értheted, nem ismered őt. Josh, azért jött, hogy figyelmeztessen, mennünk kell. Hol az a disznó? Hol van Treherne? Josh, jönnek, érted? Treherne rendőrtiszt. Meneküljünk! Hallgasson! Ugye nem is kell mondanom, miért jöttünk ide a tisztúrral, Merlin? Gondolom már ki is találta. Mint békebírónak jogom van átkutatni a házát. Körülvezet minket, Merlin? Tiszta a levegő, Sir Murphy. Hát megjöttek. Milyen gyors volt Mr. Treherne. Persze a rendőrök nem vesztegetik az idejüket. Sajnálom. Jöjjön ide, legyen szíves, Mrs. Mellé. Neki semmi köze ehhez. Őszintén remélem. Miért nem volt őszinte velem? Miért nem mondta ki maga? Hogy annyival előfigyelmeztesse a nagynényét. Miért ne? Ő ártatlan. És ne féljen, hogy elszöktetem. Próbáltam. De semmi sem választhatja őt el Josh-tól. Ez esetben készíthetne nekünk valamit a hideg ellen. Maga mit kér, Treherne? Nekem egy rumos teát, ha lenne szíves. Fölfelé, Josh! Josh! Gyerünk föl! Nagyon sajnálom, elhiheti. De ne aggódjon. Mindent elkövetünk. Patience néni, végig tudta Josh-ról, igaz? Szeretem. De hát ő egy... Az ember az marad, aki. Josh is, én is. Ezen nem változtatom. Elhagyhatnád, még most sem késő. Mary, tedd föl szépen a vizet a tűzre. Én hozom a rumot. Itt jöhet be a kőlépcsőn.
Látogatod vár, igazam van, Josh? Ide jön fel egy szobába, ebben biztos vagyok. Az ajtó nem nyílik ki. Adja ide a kulcsot. Ha nem adja, úgyis betöröm az ajtót. Ne legyen bolond, adja oda. Na nézzük csak. Fejre vigyázni, Sir Humphrey. Alacsonyak itt az ajtók. Á, ez a hely mindjárt más. Sose használjuk. Mit mond Merlin? Azt, hogy sose használjuk. Nem, akkor miért van begyújtva? A pokolba igaza van. Úgy tűnik esedékes a barátunk. Igen figyelmes fickó. Egy szép tűznél nincs is jobb. Hopp, ehhez mit szól? Mire következtett? Véres sejem darab. A tegnapi roncson volt sejem, tehát tegnap is itt járt. Hiba volt itt hagyni a Josh. Mondhatnánk, gondatlan volt. Látja, Sir Humphrey? És nem ez itt az első szokatlan hely a függöny mögött. Jelzés? Eltalálta. Kinyitán az átjáró ajtaját. Természetes. Köszönöm. Josh, ki az, aki ide jár? Szeretnéd tudni, ki az? Megmondjam? A Mikulás karácsonykor. A saját dolgát könnyíti meg, ha elmondja. Nem maga terveli ki az akciókat. Akkor ki? Majd rájön, nyomozó úr. Na, csupa mészít minden. Nyitva hagytam neki az ajtót, és a jelzőfény meg kéne gyújtanunk. Meg is teszem. És mi van a hölgyekkel? Föl kéne hozni őket, nem gondolja? De, lemegyek értük. Ügyelje rá. Fölhozhatná az italomat is. Fúj még a szél. Tombol, uram. Mondom a parancsokat. Újabb támadás, ma éjjel. Merék kapitány velem vacsorált volna. Tudja, nem szívleli a hajós kosztot. Bántotta, hogy pont vacsora időben kell majd elhaladnia itt. Lássuk csak, Barnard's Headnél lesz. 9-kor vagy a körül. Igen, sir. És mit szállítanak, uram? Többek között aranyat. Biztosra kell mennie, mert szükségem van a pénzre. Remélem, majd elül a szél. Nem vagyok egy tengeri medve. Hogyan? Egy kis szabadságra megyek, önnek is ezt tanácsolom. Miért? Mi történt? Semmi. Még semmi. De a hatóságok leküldték Mr. Treherne Cornwallba. Nyilván most gyanakszanak. Ha elült a por, visszajövök. A mai lesz az utolsó? Utolsó, ebből a szériából. El kell írnem a ma esti postahajót Szemmelóba. Útközben beugrok még, úgyhogy készítse össze nekem az aranytárgyakat. Igen, népszerű az ilyesmi Frankholmban. Mi lesz Treherne-nel? Mikor érnek ide az emberei? Ha ez a hála, amiért megmentettem, inkább hagytam volna. Csöppet sem élvezem, elhiheti. Valami baj van? Semmi. Barátunk a saját kezdetleges viccein múlott. Azt hiszem, készen állunk. A nőket bezártam a hálójukba, a hátsó ajtó nyitva, gyertek az ablakban. Minden megvan, csak az emberünk nincs. A lovásza pont előttünk indult el. Trúról mondjuk másfél óra oda-vissza. Ezerint Boyle kapitány perceken belül itt lehet. Hallj ezt, Josh, ez az utolsó esélye. Csak így mentheti meg a bőrét, ha megmondja az illető nevét és mindent jut elmesél. Jut eszembe, hoztam is előrelátóan egy letartóztatási parancsot. Csak a nevet kell majd beírni, ha már tudjuk. Nem akarja kitölteni, Josh? Mire vár? Minden kockázatot maga vállalt eddig. Meg Harry meg üdvözítő. Erre gondja volt. És mi jutott a maradékok? Nem gondolt még erre Merlin? Most végre megszabadulhatna tőle, és még kegyelmet is kaphatna. Miért nem teszi Josh? Azt hiszi, ő nem ezt tenni. Az ilyen ember mindig a saját bőrét menti elsőként. Úgy véli? Simán föláldozna bárkit. Úgy tűnik, elég pontos képe van az illetőről. Mondja, milyennek gondolja őt?
együtt. Ez az ember nem csak a hajók rombolását tervezi meg, de a túlélők módszeres legyilkolását is. Ő persze távol marad. A parti csőcselékkel végezteti el a véres munkát. Azt hiszi, az ő kezéhez így nem tapad vér, pedig igen. Még a rohadt lelkéhez is vér tapad. Legszívesebben kitörném a... katonaság! Figyelje! Szólok, hogy lapuljanak meg a ház körül, míg jelt nem adunk. Nem kell, hogy meglássa őket. Ne mozduljatok! Sir Humphrey! Vigyázzol, az ő emberei jöttek! Valaki jött vele! Ti ketten hátra mentek és figyeltek, hogy ki ne jusson! Sir Humphrey! Sajnos elkéstem, figyelik a kijáratot. Nem tehetünk mást, mit is lehetne? Oda fent vagy, Josh? Josh! Pengelem, bíró. Így van, Harry. A mélyen tisztelt békebíró ura Treherne barátot okozta ide, aki elfelejtett szólni nektek, hogy rendőrtiszt. Micsoda, Spicli! Mit gondoltok? Azért jöttek, hogy felkössenek minket a roncsok miatt? Ezúttal jobb munkát fogunk végezni. Gyerünk! Várjatok! Óvatosnak kell lennünk, Harry. Mi a gond? Nem szeretném, ha itt találnák egy békebíró hulláját. Még híre menne. Nem találják. Attól meg. Még hiányolhatják, talán tudják is, hogy ide indult. Muszáj kinyílnunk, Josh. Persze, de előbb át kell gondolnunk, és erre most nincs idő, mert hogy... Ma este akció lesz. Ma éjjel? 9-kor, majd utána elintézzük őket. Adjatok a teleket! Mi lesz, Dandy? A székre. Őt majd én elintézem, nem hagyom ki ezt az örömet. Azt hiszitek, miattatok jöttem vissza, bolondok. Megmondtam már, valaki áll Josh mögött. Josh tudja. Ha elég soká vártok, meglátjátok, ma este ide jön. Na fogd csak be! Időt akarsz élni mi, hogy elszalasszuk a ma esti hajónkat, igaz? Hát aztán azt várhatod. Josh, kényelmesen ül ő méltósága? Bújjatok csak szépen össze! Míg távol leszünk, kiötlünk magának egy jó kis balesetet. Mit szeretne főméltóságod? Szakadékba zuhant kocsit, vagy a dagály sodorja el Jem barátjával együtt, mikor egy szép partszakaszon strandolnak épp? Ez az! A halál sem választja el őket! Figyelmeztetem magukat, ha egyikünknek is baj esik, csúnyán megfizetnek. Tudják, mi vár magukra? A vesztőhelyen fognak himbálozni kátránybevonattal a hideg ellen. És kimaradjon itt velük, nem maradhatnak őrizetlenül. Legyen üdvözítő! Beszélgethetsz Treherne-nel az öröklétről. Ezzel? Na, az nem. Mindenkézre szükségünk lesz odalent, majd Patience őrzi őket. Azt fel a nőket. Szomorú, hogy itt látlak, Willy Pennél. Megmondtam, mikor elém hoztak, hogy rossz társaságba keveredsz. Látod, igazam volt. Hallgattál volna rám, fiam. Nos, úgy tűnik, teljesül a kívánsága. Akár ott is hagyhatott volna, ahol rám talált. Mit keres itt talán, Josh? Figyelmeztetett minket, Harry. Ez nagyon szép tőle, mondhatom, de hát miatta volt ez az egész? Ez csak bízd rám, Harry! Egy kis feladatod lenne, Patience, drágám, fogd ezt! Mégse bízhatod egy asszonyra, Josh. Mondtam, hogy mindenkire szükség lesz, jól megkötöztétek őket. Nem baj, ha olyan új van a ravaszon, ami remeg egy kicsit. Erre gondoljon, uraságod, és nem ott szanjon. Nem szeretné egy lyukkal elcsúfítani az öltönyét. Ne félj, drágám, alig ha lesz szokott használni. Na mi lesz? Mozogjatok! Patience, ebben nem vehetsz részt, meg fogják gyilkolni őket! Hallgass, de szépen velünk jössz! Vegyél a kezét róla, Josh! Őt nem vihetik a mészállásra, Josh! Persze, hogy nem, Mr. Treherne. Inkább itt hagynánk önnel, hogy egy napon belül kétszer szöktethessen. Na gyerünk! Merlin? Maga felel a lány biztonságáért? Igenis, uram! Mi lehet a csereggel? Hol vannak már? Feltartják őket. Már jönnének, talán még megmenthetnénk a hajót. Az nehéz lenne, azt se tudjuk, hol van. Sir Humphrey, szerintem az emberünk előbb járt itt, mint mi. Ezt hogy ért? Különben Josh honnan tudna a hajóról? Figyelmeztetem, Mrs. Merlin. Ha Boyle kapitány itt talál ránk magát, semmi sem menti meg. Azt mondtam Chadwicknek, vacsorára visszajövök. Mondja, Mrs. Merlin, meg van töltve az a pisztoly? Alig, hanem nincs gyakorlat az ilyesmiben, megnézem inkább én. Ez úgy sem fog menni. Nagyszerű, Mrs. Merlin, most lássuk a gyutacsot.
Attól tartok, nincs tisztában a helyzet természetével. Jobban ismerem a férjét, mint maga. Sosem hagyott volna magánál töltött pisztolyt, mint hogy engem se hagyott volna megkötözve, ahogy gondoltam. Nos, Mrs. Merlin, mindig csodáltam a férje iránti hűségét. Az asszony legyen hű az urához, még ha az maga Josh is, tiszteletre méltó. Nos, ha ez a tiszt megszökne, azért a férje az életével fizet. Nem kell hát kiemelnem a feladat súlyát, amit önre bízok. Fogja! Figyelje, éberen! Ha úgy látja, hogy szökni próbál, habozás nélkül lőjön. Egy határozott nyomás a ravaszon, Mrs. Merlin, a ravaszon. És minden rendben lesz. Ne! Valamiről megfeledkezett. A levélről Boy kapitánynak. A hadsereggel is számolnia kell. Boy kapitány nem létezik. Következésképpen nem jönnek katonák. Mrs. Merlin, el kell, hogy engedjen. Hamar! Kérem, ne mozogjon! Fordulás! Megfordulni! Föl a torony, már megint? Nyomás! Nem maradhatnék inkább itt le! Talán majd, ha megnősz egy kicsit! De hát nem is látni onnan vigyel semmit! Vigyel már! Hozzak magának egy szép gyűrűt! Persze az újat levágom majd róla! Eljön ide le! Fogja erősen, kecsból! Mrs. Merlin, hol lesz ma a hajótörés? Nem tudom. Nem hagyhatja, hogy megtörténjen. Engedjen inkább el. Ártatlan férfiak és nők fognak meghalni, és maga lesz a felelős. Szereti a férjét, ez rendben van. Nekem meg az a dolgom, hogy elkapjam, ha tudom. De a matrózoknak is van ám feleségük, erre gondolt? Képzelje csak el, ha Josh utazna egy ilyen hajón. Jön le Falmouthból a viharban. A parton valahol kihúny egy jelzőfény. Ugye tudja, mi jön ezután. A hajó rázkodik és reng, az emberek csimpaszkodnak a vitorlákba és kötelekbe, sikítanak a félelemtől, és jönnek a hiénák. Ezért kell, hogy elengedjen, és ezért kell elmondani, ahol fog történni. Nem lehet, nem lehet. Mondtam már, nem tudom. Sose tudtam. Mrs. Merlin! Engedjen el, és én majd megtalálom. Gyorsan, alig van időnk. Nem lehet. Mi történne Josh-sal? Választania kell. Ezeknek az embereknek az élete is még ki tudja, hányé vagy a férjé. Végül is Josh csak egy ember. Igen, az én emberem. Mrs. Merlin, ha megoldjuk, hogy a férje... Hol van a legközelebbi laktanya? Ott mint van. Adj át a kocsit! A törvény nevében használatba veszem. Itt az engedély. Hát jönni!
Ha! Hagyd ránk, Josh, rendben? Majd mi elintézzük vele szépen. Biztos egyetértesz, Harry, hogy itt rám is szükség lesz, mondhatni ez a szakterületem. Ereszítek el! Föl a szekére, gyorsan! Hátrébb! Hey! Nem miheted el! Megfosztott minket a zsákmánytól! Vedd le! Megfosztottam magukat, hála az égnek! A lehetőségtől talán, hogy ártatlan emberek legyilkolásával töltsék meg a mocskos zsebüket, és örülök! Bármi is történjék, örülök! Egy kis ügyet! Azt nem teheted elő! Josh, állj meg! Josh, utána! Gyerünk utána! Chadwick, nem tudom, meddig leszek távol. Pár hétig biztosan, úgyhogy ez minden. Értem. Sir Humphrey, uram! Ó, na mi a szem? Nem tudtam kézbesíteni a levelet, uram. A sereg átvonult Bodmintba 3 hete. Valóban? És senki sem hallott Boyle kapitányról. Ez különös. Próbálkozok Bodmintban, uram? Nem, úgyse lényeges. Hát akkor ez minden, Chadwick. A francia címemet nem adnám meg. Uram? Mi az? Ó, Chadwick! Ha nem bántom meg, uram, ugye nem beteg? Beteg, Chadwick? Én? Sose voltam még ilyen jól. Jöjjön csak! A helyzet az, hogy egyre fiatalabb leszek. Közelebb. Úgy megfiatalodtam, hogy egy gyönyörű ifjú lányt is elviszek az útra. Igen, uram, van még valami más? Van tök, Filko, hogy ne állj itt ezzel a bamba nézéseddel, szem! Uram! Viselje gondját a pejnek, meg a kancának is, és közelebb. Figyeljen Chadwickre, kezd begolyózni. Hm? Gyerünk, indulás! Chadwick úr, az úr... Éreztem, hogy ez lesz, évek óta. Patience, néni! Patience, néni! Mary! Josh, mi történt? Megsérültél? Mary! Mary! Mi történt, Mary? Jeleztem a hajónak. Az emberek rám támadtak, de Josh megvédett. Aztán rálőttek. Josh. Patience, drágám. Nem lesz semmi baj, Josh. Vigyázok rád. Jó, kislány vagy, Patience. Bocsáss meg nekem. Uh,
Hol van Jem? Patience néni nincs a... Elengedtem. Az emberek után ment. Mary, azt mondta, futni hagyja Josh-t. Érted, mit jelent ez? Elmehetünk innen, Josh meg én. Segíts nekünk, Mary. Gyorsan el kell tűnnünk. Mary, újra kezdünk mindent. Gondold csak el. Félelem nélkül fogunk élni új emberek között. Igen, Patience néni. Olyan lesz, mint régen Bodminban. Josh is más volt akkor. Nagyon erős. Rendbe fog jönni, igaz? Hát persze. Ahogy kicsit összeszedi magát, mennünk kell. Nem várhatunk. Josh nem lehet itt, amikor ő visszajön. Ki? Ó, Mary, nem is mondtam. Én se tudtam egészen máig. Csak az, hogy Josh nem a maga ura. Volt valaki más is, Mary. Ő tervelte ki a támadásokat, és a markában tartotta Josh-t. Ma megtudtam, ki az. Mary! Mary! És ez néni, nénikém! Iborgodj, Patience! Hozd nekem egy italt. Igen, Josh, hozom. Szép lövés volt, nem, ne? Sajnálom, szegény pára sokat szenvedett. Meg kellett tennem, tudja, különben elárul magának. Ez nem helyes. Magam akartam elmondani. Szóval elpuskázta a zsákmányt. Kár, számítottam rá, maga nagyon bátor kislány, de most igen nehéz helyzetbe hozott. Ereszten, ereszten! Kérem, ne lármázzon így, mert be kell, hogy kössem a kis száját. Szóljon, ha túlszoros. Ja, nem is tud szólni, de csacska vagyok. Tegye le a kezét. Tegye már le. Vagy azt is meg kell kötöznem. Ezt ide rakjuk, hogy a madzag ne vágja a csuklóját. Látja, most magára maradt. Senkie sincs a világon. Egyedül én, és én majd a gondját viselem. Ami azt illeti, el fogunk utazni együtt. Már is mennünk kell. Trihön visszajöhet, vegye ezt magára. Ajánlatos jól felöltözni ebben a hideg szélben. Én mindenkinek mondom, hogy öltözzenek melegen, de azt hiszik okosabbak nálam. Na meg, nem akarja. Biztos, hogy így lássák, nem igaz? Örülök, hogy ilyen szótlan. Na jöjjön, a kocsim a közelben vár. Sietnünk kell. Sietnünk kell. Siessünk. Sir Humphrey, és vele van a lány is. És Josh? Mi van Josh-sal? Gyerünk! Trihard is eltűnt. Josh! 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 Harry, ide! Gyorsan! Halottak, mindketten. Nem kellett volna ezt tenned Josh-sal, Harry. Ha engem kérdeztek, ideje tovább állnunk. Mit álltok itt, mint a barmok? Nem maradunk együtt szétszorodni. Hol van a lány? Hát jó kérdés. Mondja meg, hol van, ki vele? Nyugi, csillapodjon. Talán csalódott lesz Mr. Trihan.
Talált egy másik úriembert magának, és leléptek. Most láttam kiosolni kettesben a nemes úrral. Meg kell találnunk, hozzon fél tucat embert. Hadnagy! Hat ember velem jöjjön, és Mr. Trihörnel! Ide azt a kést! Jól van, hát a szigányon hallja! Gyerünk! Álljanak a vállos mindenki! Nem tetszik ez nekem, csöppet se tetszik. A karját! Azért van, mert eltört a tükör, azt tehet róla. Mondtam én, 7 év balszerencse. Ugyan, Dendi, az csak 7 nap. Meg persze az öröklét. Most mi lesz? Mit tesznek velünk? Remélem rendes, nyilvános akasztásunk lesz, ahol néznek a nők, ámulnak majd. Párizsban saját cseléded lesz majd, és ruhákat veszek neked. Igen, én foglak öltöztetni, csak sejem érhet majd a finom kis bőrödhöz. A halvány zöld állna jól neked. Elég a sírásból! Elég volt a kis csacsi! Szépnek kell lenned! Lehetsz kőkemény, de akkor is maradj szép! Igen, keménynek kell lenni, a lovakkor leáldozott. Európa dicsősége oda. Vissza a hajót, vissza a rakpartra! Katonák! Lehet, hogy érted jöttek. Persze, te nem mehetsz velük. Ezt nem kellett volna, gyermekem, itt ez a sok söpredék. Ebből csak gondunk lesz. Itt vagyok, Sir Humphrey Pengelen! Nézzék! Adja meg magát, Sir Humphrey! Engedj el a lányt! Kérem, ne közelítsenek! Óvatosan, csak a karját, ha tudja. Vigyázzon, hölgyem! Hajoljon el tőle, amennyire de csak ne, tud! Ne lőjenek! Nem tehet róla, maga se tudja, mit tesz! Őrült! Nem értik, őrült! Ez szép volt! Itt az idő. Most kérlek, ne mozdulj. Jen, ne bántsák őt! Nem tehet róla! Nem ura magának! Várjanak ott! Térjen észre, Sir Humphrey! Jöjjön le! Jöjjön le és adja meg magát! Jöjjön le! Szentég, mit keres odafönn a báró? Jöjjön le, Sir Humphrey, és adja meg magát! Nem esik bántódása, ígérem! Jöjjön le, kérem! Előbb lent leszek, ahogy ön felér, Mr. Trihörne! Csinálnának nekem egy kis helyet? Ott van fönn! Moffat, hozza le őt! Igenis, uram! Mondják, mire várnak? Látványosságra? Hát megkapják! Mesélhetik az unokáiknak, hogy látták a nagy kor végét! Helyet egy pengelennek!